eredménynek nagyon örülünk, mert ez nem így volt tervezve, kicsit rosszabb eredményre számítottunk, mert hát azért vannak jó autók. Ebben benne volt az, hogy rajtnál eltört a féltengely az ellenfélnek, és hát minden ilyesmi, de viszont nagyon nagyot mentünk. Autóból én azt hiszem, hogy a harmadik selejtezőbe és a többibe is talán, de a harmadik selejtezőbe és a döntőbe maximálisan kihoztam belőle, amit lehetett, úgyhogy igazából ez a lényeg. Tehát magunkhoz képest kiadtuk a 100%-ot, az eredmények, pontokat gyűjtögetjük, és hát remélem, hogy évvégén meg lesznek az eredmények. Bajnokság 5. futamát is letudhatjuk, ezek szerint ismét a legjobb helyen. Hogy értékeled ezt az évet eddig? Nagyon jól, megmondom őszintén, hogy nagyon jó, rengeteget szereltünk, nem ok nélkül, de nem azért, mert meghibásodtak volna a motorok. Folyamatosan próbálunk fejleszteni, kicsit mondhatom, hogy talán jövő évre készülünk. Igazából nem tudom, úgy szokott nálunk lenni, hogy szarul kezdődik egy év, és akkor minden ránk hullik, tehát akkor nyakig állunk a szarba. Most ez az év, ez nem az. Tehát jól megyünk, mondhatom, hogy könnyeden. Elegnék. De teljesen jó az az éve, nem akarom elszólni, igazából... Van még esélye, hogy elveszítsd ezt a bajnokságot? Én úgy gondolom, hogy van, akkor biztos, hogy van, tehát ha én a többi nem állok rajthoz, és nulla... Jajaj, barátom! Van baj a háttérben? Ne tolassál, jó? Oké, itt meg vagyunk. Mindenki egyszer akar hazamenni, ezt láttad? Igen, tehát konkrétan dugó van. Mi kétszerre, de is, de... Jól tartottam? Tehát el lehet matematikailag, ha most én többet nem állok rajtoz. Úgy gondolom egyébként, hogy ha rajtoz állunk és csak pontot szerzünk, akkor elvileg akkor meg lesz a bajnoki cím, mert ugye mi még nem estünk ki, nincsen eldobott versenyünk, úgyhogy... Tehát nagyon jók vagyunk eddig, szerencsére ebben... Én vagyok, mint egy boxoló, vagy egy jobb kézzel, bal kézzel. Igen, szerencsénk. Szeretném, hogyha így is maradna ebbe az évbe, úgyhogy... Ha jól tudom, ezt elég kevesen tudják rólad, hogy ha behúzod ezt a bajnokságot, ez már a 9. lesz. Így van. Remélem, hogy jól számolt, de jó hangzik rám. Van, akit 8 bajnoki címmel már örökös magyar bajnokok. Igen, ezek jól örökös magyar bajnok, de 9-es az leszek. Hát majd a közöttük, ez úgy fogja, hogy Bánkuti Junior általunk örökösített magyar bajnok. Remélem. Tegyünk előre a medve bőrére. Remélem, hogy ez az év, sokat dolgoztunk ezért, remélem, hogy meg lesz, mert már régen volt magyar bajnoki cím nálunk, és hát azért erre szükségünk van, hogy egy kis lökést kapjunk, és akkor a trutyiból kikászálódjunk, és megint fitten ott legyünk minden versenyen, és tudjunk menni nemzetközi versenyekre, mert az utóbbi 2 évben azért ez elég csúnyán kimaradt, úgyhogy kellenek azért a pozitív impulzusok, és most ebbe az évben meg. Szervusz Gábor, túl vagyunk a idei év 5. futamán Kakucson, ahol meg kellett hasonulnod és autóversenyzőként és szervezőként is részt kellett venned. Eléggé látom rajtad a fáradtságot és a kicsit tele van a tököm szindrómával, vagy? Igazából nagyon elégedett vagyok az egésszel, mert mindenki nagyon jól végezte a munkáját. A pálya az jól vizsgázott volna, hogyha ez a monszum eső tegnap este nem jön meg, ami gyakorlatilag egy éves csapadékmennyiséget itt lerakott nekünk. Az összes segítőnek, bírónak, csapatnak, mindenkinek szeretném megköszönni azt a kulturált hozzáállást és viselkedést, amivel az egész hétvégén szembesültem. Egy nagyon jó rendezvény volt, beszámítva az, hogy a pálya minőség az kritikán aluli volt sajnos, ezt be kell, hogy valljuk. Erővel, épésszel nem tudtunk többet ebből kihozni. Ezt látod rajta, mint fáradtság, de amúgy elég rossz. Autóban beszéljünk róla, hogy mi történt az autóban, vagy nem, abszolút nem tudtál rá oda koncentrálni? Az autóban azt történt, hogy villant egy zöld lámpa, akkor el kellett indulni, és amikor volt a kockád lesz, akkor meg kellett állni. Kettő között meg az ember kocsizik, ahogy tud. Ez történt egész pontosan. Két és fél hónap múlva ismét itt fog visszagyúlni a rallycross mezőny. Szintén egy OB futam lesz. Mit tudtok változtatni, ha csak az időjárás ugye megint bele nem szorít a levesbe? Az időjárás az egyetlen olyan faktor, hogy tényleg azért egy ekkora mennyiségű csapadékra úgy nem számoltunk, hogy 3 mm-t ígértek. Talán igen, talán nem, és 30 jött. Rendbe tudjuk úgy rakni a pályát, hogy megfelelő mennyiségű legyen. Ez most már biztos. Köszönöm szépen. 5. futamon is túl vagyunk a bajnokságban. Hogy látod magad a pályán? Tök jól lenne dobogón végezni, de ez az év, ez nekünk hobbi. Megpróbáljuk
a szervezésre fektetni a hangsúlyt. Nagyon fontos, hogy a magyar bajnokság jól működjön. Ebben nagyon köszönöm Újházi Béla barátom és Megyeri Orsi barátnőm segítségét, mert ők szervezőtársaim ebben a rendezvényben most már nagyon sokadik alkalommal, 2010 óta. És hát próbáljuk ennek a motorját életbe tartani, hogy most tapasztalat a rallycrossban, az maradandó legyen. Köszönöm szépen, jó pihenést kívánunk, és nem tartunk fel, mert látom, hogy egy kicsit könnyíteni magadon. Köszönöm szépen. Szervusz Béla, túl vagyunk a Kakucsi futamon is. Mesélj, hogy alakult a hétvégét. Köszönjük szépen, meg voltam, mert nem nagyon törődtünk a versenyzéssel, a Gáborom és rajtam is látszott, hogy az utóbbi két napot a verseny szervezésével és rendezésével töltöttünk el. Hetedik helyen végeztem, mivel heten voltunk, ketten nem kiestek, illetve egy versenyző nem jött el. Én nem tudtam döntőzni, szerettem volna, de azt hiszem, hogy egész nap ez volt a realitás. Milyen volt a verseny, hogy értékeled? Magát a verset nagyon jól értékelem, nagyon jónak értékelem, hisz 63 indulóból elég sokat célba értek, tehát nagyon kevés volt a kieső. Fantasztikus időnk volt, elmondtam azt, hogy tegnap este még nem nézett így ki, mert kaptunk egy órás olyan zápolt, hogy 30 mm-es cső esett egy óra alatt, utána egész éjszaka esett, tehát 6 és fél órán keresztül esett az eső. És Gáborral úgy gondoltuk előző este, hogy ha ez így folytatódik, akkor itt nem lesz verseny. Hál' Istennek a pálya kibírta. A nap közepére realizálódott az, hogy már beállt a pálya, kiszívódott belőle a víz, és most már poros is volt. Nem lukadt ki annyira, mint az utóbbi években. Úgy érzem, hogy az a pálya karbantartás, amit a Gábor csinált, az elérte a célját. Két hónap múlva ismét itt lesz futam, ott hogyan készültök rá? Milyennek látod, milyen lehet az a futam? Ugyanilyen elállal kell készülnünk. Sok külföldi lesz, hogy szeretne eljutni a magyar bajnoki futamra is. Én remélem, hogy hasonló jó minőségű színvonalú versenyt tudunk megrendezni. Hogy értékeled az idei évet, hiszen az 5. futamon túl vagyunk a hazai bajnokságban? Okay, 80 indulónk van, mert most egy újabb licences váltó versenyző is volt, és úgy érzem, hogy a szakággal szomtad így volt, amit a tavalyi évben elértünk, azt ebben az évben is elérünk vele. Nagyon jónak értékelem az egészet, fiataljaink fejlődnek, az idősebb versenyzők pedig hobbiból autóznak, és nagyon jól érzik a versenyeket. Köszönöm szépen! Két hónapos szünet következik, mit most szabadta csinálni? Először is a jövő hónapban elmegyek az Ádám fiam a Szedlecsányi Hazónára, mert azt megígértem neki. Hát dolgozni fogunk, sajnos nem most az ügyek a cégünknél, ahogy kellenének, ezért muszáj minden követ megmozgatunk ahhoz, hogy túléljük. Munkába fog felmenni, időszak nem pihenéssel, de reméljük, hogy szeptemberben, mikor itt teszünk a kapcsolatba. Pár napot, amit itt eltöltünk, azt jól a pihenéssel fog megtöltene. Mai napra azért elmondható, hogy az Újházi család számára egy történelmi nap, hiszen kisebbik fia Tamás megnyerte. Most már biztos, hogy megnyerte a junior bajnoki címet. Hogy éled meg, mint édesapa, mint mentor? Én nagyon büszke vagyok rá. Én úgy hiszem, hogy nagyon sokat fejlődött fejben, tehát elsődlegesen fejben. Én úgy láttam rajta az első pillanattól kezdve, hogy átgondolta a versenyzést, megtervezi azt, hogy ebben a futamban hogy fog rajtozálni. Kikéri többeknek a véleményét, én nagyon sokat beszélgetettem a Horáth Vélával, velem is, szerelőnkkel is nagyon sokat beszélget, tehát én úgy hiszem, hogy ő tudatosan készült a mai napra. Nem sikerült neki az időmérvezés, amit nem éltünk meg tragédiaként, hisz az első négy versenyző az egy másodpercen belül volt, és egy század különbség volt a második, harmadik és negyedik között, tehát ez egy borzasztó, kiélezett verseny volt a mai nap. Tudatosan ment a döntőbe, pedig úgy érzem, hogy esélyt nem adott a többieknek arra, hogy egyáltalán megiszorogassák. Köszönöm szépen, gratulálok, jó pihenést kívánok, és remélem pozitívan tudjátok értékelni ezt a hétvégét. Köszönöm szépen, én is a munkátokat.